Az elmúlt 3 nap alatt Szabadkán körülbelül 50 liter eső esett négyzetméterenként, ami egy jó havi átlagnak felel meg. A mostani csapadékzóna eltávolodása után újabb anticiklon érkezik fölénk, ami megint hideg levegőt hoz. Ennek következtében nagyobb lesz az éjszakai és a nappali hőmérséklet közötti különbség. Ez a légörvény, úgynevezett magassági ciklon, amely nagyon lassan mozdul el délkelet-kelet felé, lassan távolodik tőlünk, és folyamatosan javul az idő, de lassú javulása van kilátás. Tehát még a mai nap folyamán még marad ez a borongós idő, holnaptól kezdve felszakadjuk a felhőzet is. A november elejét idéző időjárás után a vénasszonyok nyara elkerül minket, de a folytatásban szárazabb időre számíthatunk. Hát a reggeli értékek csütörtök pénteken akár fagypont körül, illetve kevésebb fagypont alatt is lehetnek. A külvárosokon, tehát a külterületeken akár -2-3 fokos fagy is lehet. Nappal viszont a sok napsütés hatására a hőmérséklet eléri eleinte csak a 15 fokot, de a hét vége felé már 18-9 fok is lehet. Egy több éves rekordot is megdöntött az időjárás. Szeptember 30-án 1995-ben 14 fokot mértek, most viszont csupán 12 fok volt. Van, akit nem lepett meg a hideg, de sokan nem készültek fel az ordidőre. Nagyon váratlanul ért ez a hideg idő, mert én el voltam készülve, hogy még októberben is lehet majd egy kicsikét napozni, kint a szép napocskán. Itt az ősz, úgyhogy tudtam, hogy hideg lesz. A mostani hűvös nappalok és hajnali fagyok után a hétvégétől valamivel melegebb lesz. A hőmérséklet elérheti a 18-20 fokot is.